De akkor nem vagyunk mi részvétlenek? A másik sorsa iránt nem vagyunk részvétlenek? Szóval érted? Akkor nem lehet az, hogy gonoszan elfordulunk, nem segítünk, nem foglalkozunk a másikkal, hogyha nem éljük bele magunkat a másik, a nehéz helyzetűek élethelyzetébe. Na most sajnos ez máshol is le van írva, hogy a más keresztjét nem tudjuk cipelni, akárhogy szeretnénk. És azzal nem lesz senkinek se könnyebb, ha mi is cipeljük vele. Már elég csak, hogy gondolatilag. Mert akkor jönnek a gerinc problémák, amikor egy zsákkal többet vesz magára az ember, mert azt hiszi, hogy ezzel jót tesz. Ezzel csak saját magát terheli le, ezzel a másiknak nem lesz könnyebb. És ezt kell megtanulni, ezt kell, ezért mondtam, tudatosodni. De amikor én azt érzem a másik iránt, a részét, tehát az együttérzést, nem küldök el segítő energiát ezzel az érzéssel már is oda. Nekem mindig az a fixa ideám, hogyha elmegyek valaki mellett, akinek baja van, és legalább annyit nem teszek meg, hogy mit segíthetek, vagy tényleg egy szeretetteljes gondolattal megyek el, vagy gondolok rá este, vagy valahogy, akkor úgy érzem, hogy az a valamit nyújtottam még, hogyha nem is biztos, hogy így van. Vagy ez hülyeség? Neki is megvan ugyanúgy a felső csatornája, mint bárkinek ezen a földön. És ha ahhoz fordulna, hogy igenis kapjon támogatást, kapjon segítséget, akkor működne. Csak abban arról szólna, hogy szedd össze magad, magyar közmondás. És arra pedig képtelen, nem is akar ezzel foglalkozni. Legkisebb gondja is nagyobb benne. És emiatt nem igényli. Tehát akkor te hiába ugrálsz körülötte őt, sose fogod megértetni vele, hogy neki azt utána kell nyúlnia. Neki azt meg kell teremtenie ezen a fizikai világon ahhoz, amit ő igényel. És ahhoz igenis energia befektetésre van szükség, felvállalás, döntés, az ő döntése kell. Rajta kívül nem lehet döntést hozni senki helyett. Szóval nem tud segíteni azon, aki önmagán nem akar, vagy nem tud. Nem is lehet. Ez abszolút. Kedves nézők, most eljutottunk arra a pillanatra, amikor konkrét megbetegedések, fájdalmak okát Levente meg tudja határozni, hogyha önök felhívnak bennünket és elmondják. Segítenék például azzal, hogy én azt kérdezem tőled, hogy millióan vagyunk, akik fájó lábbal, bütyökkel rendelkezünk. Van-e ennek valami jelentősége az életünkkel kapcsolatban? Rontunk-e valamit úgy, hogy ez ott jelentkezik a lábunkon? Természetesen mindig abból indulunk ki, akár szervekről akarjuk megérteni, akár a végtagjainkat, hogy mire használjuk. És a lábunkat eleve lépésre, hogy megyünk egy adott úton, akkor az egyensúlytartás a boka, egész boka területe, és ott valami nálunk nagyon akadozik. Hogy azt erőltetjük magunknak, hogy ezt én igenis ki akarom járni, ezen igenis végig megyek, pedig jelez a lábam, belső irányítás miatt, hogy ne járjam, mert semmi szükség rá. És ezért fog vissza. Nem beszélve, hogy eleve tudom, hogy nem működik nekem, akkor már eleve van egy belső tudásom, egy olyan elismerés, hogy hát ennek én túl kemény dió ez nekem, de azért csak megyek, és ezzel az önértékeléssel már sajnos a fizikai test segíteni fog nekem, hogy leértékeli. És akkor kiveszi a csontokból. A csontoknál eleve mindig egy önbecsülés, önleértékelésről szól. És ha én leértékelem magam, tehát úgy elfogadom tényként, mert elég, hogy átvillan az agyamon, és ezzel hallgatok, ez nekem úgy valós ténynek tűnik, hogy én már nem vagyok olyan, mint 20 évvel ezelőtt, ebben a pillanatban a sejteket kezdi elbontani. De ha rám jön, hogy de azért csak akarok menni, akkor kezdi visszaépíteni, mert én adom folyamatosan a parancsokat magamnak. És például a térdfájós. Térd. A térdfájósnak mit kell változtatni azon, hogy a notorius térdfájását tudja enyhíteni? Hogy nem mindig hasonlítgassa magát eleve sportos, mert a térdet a sport területére, de azt hiszem erről még a múltkor is beszéltünk, de megint megbeszéljük. Tehát sport önleértékelés, hogy nem tudok úgy biciklizni már, mit tudom, mint a gyerekem, nem tudok úgy teniszezni, mint a akárki, vagy stb. Ez egy ilyen elkönyvelem magamban. Mert tényleg esetleg már nem úgy mozgok, de ennek sajnos a térd ugyanúgy leépíti onnan akár a porc területeket. És mit kell akkor tenni? De várjunk, mert utána akarok biciklizni, akarok teniszezni, megint akarom használni, csak az a baj, ahhoz már erősebb csont kell, mint amit én azelőtt csináltam pár héttel. És amikor kezdi visszaépíteni a csont területet az agyunk, mert most így akarjuk, az akkor jön csak a fájdalom, addig nem vesszük észre, amikor leépül, azt nem vesszük észre.
És ez már gyógyulási folyamatban lenne, mint a betegségeknek szinte 90%-a csak a gyógyulási folyamatban kezd fájdalomként jelentkezni. Igen, ezt a múltkor is mondtad, és ez olyan furcsa. Furcsa. Mert ugye azt mondjuk, hogy a fájdalom az azért jó, mert a tünet jelzi, hogy valahol valami megbetegedett. Így most van. Akkor te fordítva mondod, hogy akkor kezd fájni, amikor valami megbetegedés után kezd kicsi regenerálódni? Természetesen, maradunk a csontnál, mikor már épülnek vissza a csontsejtek, a csonthártya csak idegekből van. Az egy nagyon fájdalmas. És ott, ha mozognak, és ott, ha szaporodik, először ilyen folyadékként gyűl össze, és azkor fog kikristályosodni, stb. Tehát hogy épül ki egy csont, de ez már fájdalmas. Pedig ez a gyógyulási fázisunk. Na most az a baj, hogy ez a fájdalom miatt megint bekerülünk egy olyan helyzetbe, hogy ó, most már még csak úgy sem tudok rohanni, szaladni, teniszezni, biciklizni, mint ahogy a múltkor gondoltam magamról, megint elkezdi visszaépíteni, és ebbe a tiki-takiba, pingpongozásba éljük az életünket évekig, hogy hol leépítjük, hol visszaépül az egész. És ezt a, sajnos mondom, mint a fájdalmat, de lehet, hogy fájdalmat érzünk, de mivel rádolgoztunk megint egy saját önleértékelése, már bontja is le. És akkor megint nem érezzük. És ez a fájdalom, amit épített volna a múltkorink, az így megszakad, csak akkor teljesen egy ilyen színuszgörbe lesz, hogy hol fenn vagyok, hol nem vagyok. Te azt mondtad, hogy az ember tudná saját magát ténylegesen úgy karban tartani, hogy minimális problémája legyen a testével? Ha tudna róla, hogy ezek hogy működnek, ez természetes. Ez biológiai törvény, ez tudom, biológiai tudományos törvény, mert mint mondtam, ezt egy német orvos, Hammer doktor teljesen CT vizsgálatokkal, mindennel igazolta, laborvizsgálatokkal. Már több mint 40-50 ezer orvos is használja a világon, tehát teljesen ez a természetnek a működése. Ez erről szól. Ha mondjuk én azt mondom neked, hogy veszedelmesen magas, illetve váltakozó a vérnyomásom, akkor te erre mit mondasz nekem? Na, ennek lehet szervi baja is, tehát már például a vesemény, tudjuk, hogy az is, hogyha panasz van az embernek, az is bedolgozik, de szintén a döntésem. Mert ha én olyan az életem, hogy én egy versenylő vagyok, hogy hajnalban 5-kor már felugrok, mert én úgy kell intézem a napi dolgaimat, ehhez megint az agy mit csinál? Hát nagy vérnyomást. Mert az agyunknak ahhoz, hogy még gondolkozzunk is, meg tudjuk irányítani is az egész nap a rohanásunkat, hát ez természetes, hogy ahhoz nagy vérnyomást ad, hogy fenn legyen, hogy friss vért, igenis az agyat el tudjuk látni vérrel. Ez is az én belső parancsom. De most én szeretnék egy parancsot adni, hogy nem lóverseny az élet, tessék szívesen lejönni a vérnyomásomnak, álljon be egy rendes értékre. Hogy tudom én ezt megcsinálni? Mert minden harmadik embernek most vérnyomás problémája van. Éppen tegnap mondtam el itt is, hogy rengeteg vérnyomás. Fiatalok küzdködnek már ilyesmivel. Hát miről szól a fiatalok? A nagy hajtásról, a nagy nem elég a 24 órában 24-et talpon lenni. Ennyire van beépülve a személyiségükbe, hogy ezt úgy kell hajtani. És ha ezt ők úgy hajtják, akkor ennek meg kell feleljen a testük. És a testük mindig megfelel annak, amit ő kér. Bárki. Tehát mit kell tenni, hogy a vérnyomásunk normalizálódjon? Hát eleve állítson magának vissza egy olyan alapjáratot, hogy eleve tudja, hogy hol vannak a keretei, azt élje ki maximálisan, és akkor teljesen normálisan. És tudja, hogy a 24 órából 8-10 óra a munkaidője, azt akkor eltölti a munkahelyen, azt igenis, azt se agyonhajszolva, mert persze az a divat, hogy kifacsarnak mindenkit, mert máskülönben akkor ott meg akar felelni, és akkor ez kialakul. De ha vissza tudja fogni, meg tudja tartani egy olyan saját ritmusát, amit mindenki érez, csak nem meri ezt bevállalni. Ez a 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás, hogy ez hülyeség? Hát nem hülyeség, mert hogyha van olyan is, akinek 16 óra munka, de az már hobbiként műveli. Tehát van ilyen is, és akkor az nem fárad el benne. Igen, most feldobja. Feldobja, megkapja, kielégülést, boldog, így úgy, tehát nincs másra szükséges, ebbe éli az életét. Mi a különbség az egyéniség és a személyiség között? Hát ahhoz, ha képet megnéznénk, akkor, hogy megint érthetőbb legyen, és most kérnénk megint egy képet egy terhes JPG, úgy van elnevezve azt a képet, hogyha adnánk nekünk, hogy a között nézők is láthassák. Igen, mert mindjárt meglátjuk, hogy miért van úgy elnevezve, hogy terhes
Jép. És mi te nevezel el, vagy pedig ez ami nemzetközi? Ne, én nevezem el, te tehát így, hogy amikor így össze vagy, tudjam, hogy rád nézek. Na, tessék, a... jaj, itt láthatunk egy terhes anyát, az apát mögötte, és a magzatot még az anya mélyben.